Vasadon február 20-án immár harmadik alkalommal rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Böllér Fesztivált. Idén 11 csapat vállalkozott arra, hogy jelentősen lecsökkentse a vasadi sertésállomány létszámát. Szombat reggel 7 órakor kezdődő megnyitón köszöntették Pogácsás Tibort, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét, a fesztivál főügyvédnökét, aki a vidéki disznóvágások családi tradícióiról is beszélt kamerák előtt. Mi is rendszeresen vágtunk disznót, alapvetően amíg a szüleim bírták és tartottak, neveltek malacokat, addig ez megvolt. Mint általában vidéken ez egy ilyen családi összejövetel volt, tehát családon belül megvolt az, hogy kinek mi a feladata, és hát egyfelől nyilván egy a gazdaság, a háztáit, a házi gazdaságot kisegítő esemény volt, de ugyanakkor egy nagy családi esemény is, és hát a rokonság egymásnak besegített, végül is az unokatestvérek egymásnál minden egyes ilyen disznóvágáson részt vettek. Mi a kedvenc étele ilyenkor, amit úgy szeretett és kimondottan csak disznóvágáshoz köthető? Már nem közvetlenül a disznóvágáshoz, én nagyon szeretem a disznósajtot, tehát az már ugye a feldolgozott termék, de estére általában elkészült a töltött káposzta, és azt hiszem, hogy az egyik legjobb étel az a disznóvágás végén maga a káposzta. Van-e olyan ízesítés, ami önnek kedvenc, mondjuk egy hurkába, kolbászba? Hát ezt szerintem nehéz szóban elmondani, egy picit, ha csípős, akkor azt szeretem, mert nyilván minél fűszeresebb. Az ön körzetében hol vannak még ilyen versenyek, ahol a böllérek találkoznak? Hát úgy látszik, hogy reneszánszát éli a disznóvágás, ahogy elfogyott a családi ház a kertjéből a malac, és ahogy egyre ritkábban visít hajnalonként a disznóvágáskor a malac, ugye a rendezvények azok egyre sűrűsödnek, szinte minden településen van disznóvágással kapcsolatos böllérfesztivál. Ma 3 helyen, Vasadon, Pilisen és Péteriben is ilyen rendezvény van, úgyhogy megyek sorba, és mindenhol megismerkedhetünk a disznóvágás helyi művészetével, fortéjával. A vasadi gyógyszertár melletti füves területen történt a sertések perzselése és bontása, majd a sátrakban folyt tovább a csapatmunka. Stábunk a disznótoros menüt is kiderítette. Reggelire volt sütvér, meg reszelt máj a kenyérrel, és akkor ebéd pedig húsleves lesz, már orjaleves, hát csontleves, igen, meg sült oldalas burgonyával, savanyóval. Kik készítik ezt? A leves, az Kovács Gáborné, én magam, az oldalast bent a konyhás lányok, azt ott az iskolába sütik, mert ugye ott van ilyen nagy sütő. Mi lesz a vacsora? A vacsora pedig lesz töltött káposzta, hurka kolbász sűve, meg hájas sütemény. Tudunk-e valami mennyiséget mondani, mondjuk hány darab töltött káposztát kell megtölteni az asszonyoknak, és kik azok, akik megtöltik? Hát legalább 1000 darabot szoktunk csinálni. 2-3 bográcsa, igen. És akkor az asszonyok, hát a klub társaim itt, azok töltik. Már el van készítve a hasáb, csak tölteni kell, itt megkeverni a húst, és akkor itt készítik. És akkor ott lesz a iskola udvaron főzve, mert este ott lesz a vacsora, tehát nem itt lesz főzve. Igen, hogy az jobb ottan. Viszont meg most reggelire még mindenki sütött pogácsát, van ilyen pogácsa zsűrizés, még pálinka zsűrizés, hát nem tudom az már hogy áll, oda még nem jutottam oda. A polgármester örömének adott hangot, amikor a Böllér Fesztiválon csatasorba álló 11 csapatról nyilatkozott. Mind a 3 testvértelepülés képviselteti magát, Gátról, Kárpátaljáról, polgármester úr kedves neje és a képviselőtestület tagjai, Marcellházáról szintén polgármester úr és kedves felesége, Erdélyből szintén a képviselőtestület tagjai látogattak el hozzánk. Hogyan zajlik az előkészület egy ilyen fesztivál megszervezésével? Hogy kezdődik? Hát igen, több alkalommal összeültünk a csapatokkal, a szervezetekkel, és egyeztettünk, hogy ki mit tud ebből bevállalni, illetve természetesen ugye vártuk a felajánlásokat, a sertések, illetve egyéb más dolgok tekintetében. Tehát több héttel ezelőtt kezdődött már a szervezés. A program ugye 7 órakor volt az ünnepélyes megnyitó, államtitkár úr a rendezvényünk fővédnöke, ő megnyitotta a rendezvényünket. Itt a reggeli készült sültvér, resztelt máj, délben készül az orjaleves sültoldalas, egészen délután 4 óráig vagyunk itt a fesztiváltéren, és délután 6 órától, este 6 órától vagyunk a tornacsarnokban, ahol a hurka, kolbász evés versenye kezdődik, tehát a vacsorát hogy fogyasztanánk el. Van pogácsa és pálinka verseny is, ez miből áll?
Igen, idén első alkalommal választottuk ezt az elemet, és hoztuk be. Tulajdonképpen a helyben termett és helyben főzött pálinkákkal lehet nevezni, valamint a háziasszonyok, gazdasszonyok részéről pogácsával lehet nevezni. Én úgy vagyok informálva, hogy népes nevezőtábor alakult ki. Hát remélem, hogy ez is eredményes lesz. Vasadon még jellemző a háznál vágás. Mi újdonságot tud adni egy ilyen fesztivál, egy ilyen verseny? Hát tulajdonképpen igen, tehát a vidéki településeken még jellemző, hogy egy-egy család, egy-egy háztartás vág saját sertést magának. Ezt szeretnénk, hogy ez a hagyomány ne vesszen ki, ennek a szellemét szeretnénk ebből a fesztivállal is tovább örökíteni a gyermekeinknek, hogy érezzenek rá ennek az ízére, ennek a hangulatára, illetve a helyben földolgozott terméknek az ízére, ami nem hasonlítható semmihez. A testvér településekkel össze lehetne hasonlítani az itt készült ételeket, illetve az ő általuk készített ételeket? Gondolkodtak egy ilyen megmérettetésen? Igen, gondolkodtunk, csak akadálya volt, hogy a testvér településünkünk hasonló rendezvények vannak. Idén nem bírtuk összeegyeztetni, de jövő alkalommal ígérem, hogy megszervezzük ezt is. És össze tudjuk mérni az ízeket, illetve azt a technológiát, amit ott használnak, illetve nálunk. Erre a településre jellemző az, hogy az ide érkező vendégeket ingyen megvendégelik. Hogy tudja ezt az önkormányzat finanszírozni? Igen, egyszerűen, ugye, mint ahogy mondottam, felajánlásokból készül minden, tehát a sertések a gazdák felajánlásaiból érkeznek, a csapatok, a hozzávalók, a technológiai eszközöket, fűszereket, pálinkát és egyéb dolgokat szintén felajánlásból. Tehát az önkormányzatnak ez az esemény az evőeszközökön, műanyagtányérokon és egyéb ilyen apró dolgokon kívül nem kerül pénzébe. Tehát ez a kuriózum nálunk, és ebben szeretnénk eltérni más településekről, hogy nálunk még hála Isten működik ez, hogy ingyenesen, tehát nem ért ide az a szellem, az az üzleti szellem, ami más településeken már jellemző, hogy üzletet csinálnak belőle, és pénzt látnak egy-egy ilyen rendezvényből. Tehát nálunk ez hála Istennek működik, hogy minden ingyenes. Én bízom benne, hogy a továbbiakban is így fog lenni, és természetesen várjuk a más településről érkezőket, ő számukra is minden ingyenes. Szlovákiai testvértelepülés delegáció tapasztalatszerzés céljával érkezett a komárnói járásból. El kell áruljam ennek, hogy tapasztalatgyűjtés céljából jöttünk, nem csak azért jöttünk, de mi is szeretnénk megrendezni egy hasonló rendezvényt. Első alkalommal készülünk erre, és hát próbáljuk ellesni azokat a fortélyokat, taktikákat, amit itt önök nagyon jól megoldanak, és nagyon színvonalas ez a rendezvény, meg kell, hogy mondjam. Ott, ahol reggel 10 órakor már húzza a zenész, az már egy jó rendezvény. Amit láttam és tapasztalok ez idáig, nagyon finomak az étkek. Sajnos, azt kell mondjam, mert ugye az ember nem tudja megállni, hogy ne kóstoljon ezt vagy azt. Nagyon finomak az italok, nagyon kellemesek az emberek, de hát ezt már tudjuk, mi nem először járunk itt önöknél. És tulajdonképpen hagyomány nálunk is hasonló módon készülnek az étkek. Van egy-két dolog, ami nálunk van, itt önöknél nincs, viszont van itt, amit föllelhető, és nálunk nem föllelhető. Például az, hogy disznóvágáskor az első, amit az emberek kézbe vesznek, az a nyers szalonna. Tehát azon meleg disznóból kihasított fehér szalonna, az kerül reggelének az asztalra. Még meleg állapotába, paprikával, sóval, vöröshagymával, és onnan indul aztán a földolgozás. A sült vér az hasonló, tulajdonképpen nálunk is. A toros káposzta szintén, nem tudom, hogy készület gulyásleves. Tehát nálunk készítenek gulyáslevest, disznótorkor, és az érdekessége az, hogy tésztát tesznek a gulyáslevesbe, meg kellene majd próbálni. Tehát lesz erre mód, ahogy mi megszervezzük, akkor meghívjuk önöket, egy marcellázi rendezvényre, ahol meg tudják ezt kóstolni, hogy vajon érdemes-e így készíteni a gulyáslevest. Disznóvágás az még hagyomány, tehát ott még vágnak disznót. Mindenképpen hagyomány. Már disznótartás annyira nem. Van, akik saját disznót vágnak. A zöve megveszi a ízót, és aztán otthon háznál eldolgozza, földolgozza. A dolog lényege az, amiért én is odahaza vágunk disznót, hogy a családot összehozzuk. Tehát kevés idő, kevés alkalom van arra, hogy a család találkozzon, viszont ezek olyan rendezvények családon belül, ahol apraja nagyja le tud ülni, el tud beszélgetni,
ritka pillanatok ezek, ezt kell megbecsülni. Ezért próbáljuk visszahozni ezeket a hagyományokat. És valószínűsítem, nem tudom, majd ezt az idő igazolja, hogy ha megszervezzük, hasonló módon, mint ahogy a családokat összehozza egy ilyen rendezvény, hasonló módon a közösséget is össze tudja hozni. Ez a cél, ami minket vezérel abba, hogy megszervezzük ezt. Az ukrajnai Gát községből érkezett polgármester első alkalommal vett részt igazi vasadi disznótoron. Maga a sertés feldolgozása az teljes egészében hasonlít a miénkhez, csak egyetlen szerszámot láttam a perzselőt, amit nálunk nem láttam, de amúgy nagyon közel áll a mi módszerénkhez. Milyen ételeket főznek a disznótornál, van-e valami különlegesség? Hát természetesen húrka kolbász, az nem maradhat-e, és a toros káposzta még. Tehát a toros káposzta a friss húst felsütik, savanyú édes káposztával ki, hogy szokta, és akkor tört kumplival tálalják. Tepertőt azt itt is csinálnak. Disznó sajtot. A hurkát azt hogyan ízesítik? Nálunk úgy mondják, van fehér hurka és véres hurka. Tehát a fehér hurkába mennek a főtt belsőségek rizskásával, a véres hurkába pedig a vér megyen rizskásával. Az önök településén van-e hasonló rendezvény, vagy a környezetükben? Településünkön sajnos nincsen böllérfesztivál, de viszont a járásunkban, a Beregszász járásban, Gecse nevezetű településen, ami szintén magyar lakta, és Magyarországról, felvidékről, délvidékről szoktak érkezni a böllérek, hasonló módon lehet, hogy nincs ilyen nagy kaliberű. A böllérfesztivál egésznapos hangulatos élő zenéjét a Pilisi Szignál zenekar biztosította, az ünnepi vacsorára teljesen megtelt a tornaterem vendégekkel, a zsűri pedig kiosztotta a verseny győztesének járó okleveleket és az előttárgyakat. A Böllér Fesztivál győztese a képviselő csapata lett, a második helyen Rábányi Rökögő, a harmadik helyen pedig a Lovasok csapata végzett. A Pogácsák versenyén Balogh Jánosné nyert a Kovács Gáborné előtt, a Pálinkák versenyének győztese pedig Pirót Sándorné lett.